meg lesz, mindjárt megvan. Jó, sziasztok! Figyeljetek, ezt a menetet még gyorsan befejezem, és aztán jövök a bemutatóval. Oké, addig is, intro! A HP Omen egy gamer notebook. Na de, milyen tulajdonságoknak kell megfelelni egy gépnek, hogy megkaphassa ezt a titulust? Az első az extravagáns küllem. Talán ez nem tűnik egy fontos dolognak, de manapság a gamer gépeket nagyon látványosan megkülönböztetik a standard multimédiás vagy office notebookoktól. Általában szálcsiszolt fém dizájnnal, vagy sötét szürke, esetleg fekete notebook házakkal találkozunk ilyenkor, amit legtöbbször piros dekorral szoktak egy kicsit feldobni. Ez itt sem maradhatott el, hiszen kezdve a HP Omen logóval, ami a gép fedelén van, illetve a billentyűzetet körülvevő piros kis festésekkel, valamint természetesen a piros háttérvilágítással megkaphattuk a gamer design HP-sított változatát. Igazából így külsőre tökéletesen hozza azt, amit anno a Lenovo Legion vagy az Asus ROGok is tudtak. A dizájn tehát megvan, jöjjön a teljesítmény. És micsoda teljesítmény! Annak ellenére, hogy nem egy 8. generációs Intel processzor fut benne, így is brutális teljesítményt tud leadni az Intel i7 6700HQ processzor, valamint az Nvidia GeForce GTX 1070-es videókártya. Igazából ez egy gamergép lelke, szíve, tüdeje, veséje, prostatája, szóval ezek az abszolút lényegi dolgai a gépnek. És hogy mennyire működnek ezek? Nos, lefutott rajta a 3D Mark, vagy 3D Mark, ezen úgyis meg fogunk akadni, hogy angolul vagy magyarul használom. Szóval eme népszerű program két benchmarkja, a Firestrike, valamint a TimeSpy. Ezek azok, amelyek legjobban megfekszik általában a gépek gyomrait, de a HP Omenét nem tudták igazán. Egy standard office vagy multimédiás notebooknál ezek a programok már erősen akadoznak, nem futnak szépen, problémásak. Ellenben a HP Omen úgy pörgette le őket, hogy öröm volt nézni. Igazából ezek nagyon látványos cuccok és ingyen elérhetőek a 3D Mark weboldaláról, szóval csak ajánlani tudom, hogy próbáljátok ki otthon a saját gépeiteket is ezzel. És azok a notebookok, amik ennyire simán átmennek ezeken a teszteken, azok bizony bőven gamer kompatibilis gépek. Ez pedig képessé teszi arra, hogy a nagyobb gépigényű játékokat, mint például a Witcher 3-at vagy az aktuális nagymenüket, akár ultra beállításon, nagy FPS szám mellett tudjuk játszani. Ami azt hiszem, hogy a grafika fetisisztáknak egy kellőképpen valid információ. A teljesítményt megbeszéltük, mi van még? Természetesen a látvány és a hangzás. Mert hogy az audiovizuális élmények is igazán fontosak egy gamer gépnél. Kaptunk egy 17 colos Full HD IPS LED paneles kijelzőt, ami tökéletes, mint mindig. És 17 col, nem 15, nem 13, 17. Ebből kifolyólag azért egy masszív, nagyon nagy darab notebookot kaptunk, aminek súlya 3 kg fölött van, tehát ezt így naponta cibálni magaddal, hát bizony fárasztó. A hangot pedig a Bang & Olufsen cég szolgáltatja számunkra, elég bivaly módon szól, van egy kicsit doboz hangzása, és általában a gamerek inkább fülessel játszanak, de hogyha úgy adódna, hogy nincs füles a közelben, akkor ez is tökéletes lesz. Gyorsan még a csatlakozási lehetőségekről, természetesen megtaláljuk a standard USB, valamint HDMI portokat, természetesen mini DisplayPort, illetve Ethernet csatlakozót is találhatunk. Ezek mellett van még egy HD webkamera, viszont az optikai meghajtó kimaradt. A hordozhatóság kapcsán már érintettem a kényelmi funkciókat, még két dologra kitérnék, az egyik a tapipad. Na most igazi gamer nem használ tapipadot, de ha mégis úgy lenne, akkor kaptunk egy baromi méretes darabot, ami viszont rettentő sokat elvesz a billentyűzettől, ami nekem nagyon picikének tűnik. Kaptunk ugye egy méretes notebookot, aminek az alsó részének nagyjából csak az egyharmadát foglalja el a billentyűzet, és ettől, ha nem is olyan klaustrofób, de egy kicsit ilyen szűk érzete lesz az embernek. Mintha nem lenne rendesen kihasználva a hely. Még ha amúgy a hangszórók ott vannak felette, tehát rögtön innen kapjuk a hangzást, de valahogy olyan picikének hat az egész. Meg amúgy a kijelzőnél a széles kávától is van egy kis optikai csalódás, amitől 17 colos helyett csak olyan 15-ösnek tűnik a kijelző, de ezt leszámítva más problémám nem is igazán lehet a notebookkal. Meg néha egy kicsit hangosnak hatott az aktív hűtés, valószínűleg lesz olyan, akinek ez majd kevésbé tetszik. De hát ilyen munkavégzésnél azért kell oda a hűtő. Nos, nagyjából ennyi lett volna a HP Omen bemutatónk, foglaljuk tehát össze, megvan a gamer design, megvan a gamer teljesítmény, és audiovizualitás terén is hozza a kötelezőt a HP Omen. Szóval gamernek tekinthetjük.
Ettől szerényebben is válaszolhattam volna. Na mindegy. Szóval ennyi lett volna a HP Omen 17-ről készült termékbemutatónk. Amennyiben tetszett a videó, akkor a szokásos pacsi a like-nak és a feliratkozásnak, ha még nem tetted volna eddig meg. Hamarosan pedig újabb termékbemutatóval, illetve érdekes tartalmakkal, unboxingokkal, hasznos appokkal és sok egyéb munkával jelentkezünk. Sziasztok!